Szevasztok srácok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a következő videónkhoz, egy kisebb kiadás után, ami nem lesz más, mint a címből is olvashattátok, a Beszéljük kinek a következő része. Ebben a részben nem fogok viccelődni, nagyon úgy érzem, ugyanis egy nagyon komoly alkotásról fogok beszélni, ami nagyon megfogott engem, és még mindig a hatása alatt vagyok. Ez nem más, mint a Joker. Szóval, a mai videóban a Todd Phillips rendezésében és Joaquin Phoenix főszereplésével készült Jokerről fogunk beszélni. Mielőtt még egy picit is elkezdenék belemenni abba, hogy hogy jött át nekem ez a film, előtte egy picit beszéljünk a sztoriról, ahogy szoktam szokásosan. A Joker a 80-as években játszódik az akkori Gore Gothamében. Az első jelenettel be is mutatja Todd Phillips, hogy milyen hangvételű lesz a film, mivel egy elég brutális és drámai jelenettel állunk szemben. Pont ebben a jelenetben megismerkedhetünk Arthur Fleckkel, akiről ki is derül, hogy egy viszonylag furcsa nevető betegséggel kell együtt élnie. Arthurról megtudjuk, hogy bohócként dolgozik egy cégnél, ahol mindenféle munkát adnak neki bohócként. Például táblapörgető, vagy bohóc doktor is lehet egy gyerekosztályon. Majd szép lassan bepillantást nyerhetünk Arthur mindennapjaiba. Itt kiderül, hogy Arthur milyen nyomorúságosan is él a beteg édesanyjával, akit neki kell gondoznia, mivel beteg. Bár ezt a trailerből már láthattuk. Ezek után szép lassan elkezdődik Arthur pokoljárása. Kirúgják a munkahelyéről, kiderül néhány dolog az életéről, amit mindaddig az anyja eltitkolt előle, találkozik Zazie Beetz karakterével, akiről azt gondolja, hogy szereti, közben az egészet csak beképzeli a hasat elméjével. Ezek után szép lassan elkezd megőrülni Arthur. Szóval röviden az ő megőrülését és ezzel egyben a bűnbohóc hercegévé válását követhetjük pillanatról pillanatra. De most akkor térjünk is vissza a személyes véleményemre, ugyanis ha többet mesélnék, akkor spoilereznék. Szóval, hát röviden ennyi lenne a sztori, és egy kicsit bele is fognék az elmagyarázásba, hogy igazából mi tetszik nekem ebben a filmben. Kezdjük az első pontnál, ami nem más, mint hogy egyszerűen én ilyen filmet még nem láttam. Ennyire mély, drámai és érzelmes filmet még soha nem láttam. Tehát ebből most már le is vehetitek, hogy én nekem nagyon tetszett ez a film. Elképesztő. Joaquin Phoenix alakítása, vagy Joaquin, vagy Joaquin, nem tudom, hogy kell kiejteni, az ő alakítása valami elképesztő. Eddig is nagyon sokan mondták azt, hogy ő korunk egyik legnagyobb színésze, viszont most már ezt én is csak állítani tudom. Elképesztő. Olyan hajszál pontosan, és annyira szépen alakítja Jokert, hogy ez valami hátborzongató. Annyira átjön az ő fájdalma, amit átad nekünk, és minden érzése és minden mozdulata, hogy valami elképesztő. Második pozitívum az nem más, mint a forgatókönyv. Ennyire jól, szépen megírt, összerakott, logikus forgatókönyvet én nagyon ritkán láttam. A dialógusok nagyon jók, az összesnek helye van a filmben, nincs olyan, hogy üres járat, hogy éppen csak rizsáznak, és nem haladunk semmivel, a dialógusok nagyon jók, maga a forgatókönyv az valami zseniálisan van összerakva, szépen, logikusan, időrendben, sorba. Elképesztő, srácok, nem tudok mit mondani, egyszerűen elképesztő ez a film. Valamint, még egy pozitívum, az nem más, mint hogy a fényképezés is nagyon szép. Nem úgy dolgozik, mint egy átlagos képregényfilm, vagy egy átlagos film, hanem szépen lassan, lassú mozgások, nem az, hogy össze-vissza rángatózik a kamera, nincsenek nagy totálók, az akciójelenetek is szépen nyugodtan, úgymond nyugodtan vannak felvéve, nincs össze-vissza rángatózás, össze-vissza vágás, hogy egy másodpercig ez, utána egy másodpercig az, nagyon szépen, és hát ez is úgymond logikusan van megcsinálva. Még valami, ami csak jobbá teszi a filmet, mivel én nagyon szeretem a filmzenét már elég régóta, ezért nagyon oda szoktam figyelni a filmekben arra, hogy milyen zenei aláfestések vannak egy-egy jelenet alatt. Ugyebár sokan azt mondják, hogy a filmzene az akkora legjobb, hogyha észre sem veszed, hogy ott van, viszont azért nyilván az ember szokta néha hallgatni, hogyha szereti és hozzáértő, és ez is valami zseniális.
nagyon jól meg vannak csinálva a zenei alapok, ki vannak mérve, hogy mikor mi fog történni, nagyon király, a mélyek, a magasak, minden nagyon szépen meg van csinálva, úgyhogy ez is nagyon illik a filmbe. Plusz még valami, amit elfelejtettem mondani, hogy a zenék nagyon jól visszaadják a 80-as éveknek a hangulatát. Sokat hozzátesznek a megfelelő atmoszféra kialakításához. Következő dolog az nem más, mint hogy nem ítélkezik Joker felett. Ez úgymond egy karakterleírás, karakterdokumentáció, ami Jokerről szól, vagyis Arthur Fleckről, önmagáról, hogy ő kicsoda igazából, és leírja azt, hogy vele mi történik, és hogy miket csinál, és hogy belül miket érez. Nem ítéli el, és nem is állítja be semmilyen pozitív karakternek Jokert, egyszerűen ez a film csak róla szól, és bemutatja Jokert. Nem csinál vele semmit, ami nagyon jó. Következő dolog, amit szintén észrevesz, aki kicsit jártasabb a filmekben, az nem más, mint hogy eredetileg nem Todd Phillips lett volna ennek a filmnek a rendezője, hanem Scorsese. Viszont ő elkezdte csinálni az Irishment, ami szintén nem sokára jön, amiben szintén játszik Robert De Niro, és látszik, hogy azért az ő keze is benne van ebben a dologban, ugyanis a taxisofőrhöz nagyon hasonlít például ez a film. De alapvetően a Scorsese munkásságát összevetjük ezzel a filmmel, nagyon sok minden megtalálható benne. És látszik, hogy azért ő is még a kezdeti munkálatokban dolgozott és foglalkozott ezzel a filmmel, úgyhogy ez egy nagyon nagy pozitívum, mert ez meglátszik rajta. És hát a legnagyobb pozitívum szinte, amit meg lehet említeni ezzel a filmmel kapcsolatban, az nem más, mint hogy ez végre nem egy tipikus képregény vagy szuperhős film. Ez nem is egy képregényfilm, ez egy film. Ez egy dráma. Ennek semmi köze nincs a képregényekhez. Joker karakterét fogták, és kiemelték az egészből, és áttették a valóságba. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez még a Christopher Nolan-féle Sötét Lovak trilógiánál is sokkal életszerűbb, sokkal emberszagúbb, sokkal inkább a földön járó alkotás. Teljes mértékben el tudtak szakadni a képregényektől. Nincsenek utalgatások, nincsenek tipikus olyan dolgok benne, amik egy képregényfilmben vannak. Ez egy kőkemény dráma, ami nagyon le tud hozni az életről. És ez a jó benne. Ember, ez az igazi filmművészet. Nem az, hogy Marvel kapitányról csinálsz egy filmet, ami ugyanazon a sztorin alapszik, mint az előző 80. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, szóval egyszerűen eszméletlenül jól meg lett csinálva, és ki lett véve a saját helyéről, és átrakták a való életbe. Nagyon jó lett. És ezt még így a videó vége fele el kell, hogy mondjam, kihangsúlyozva, hogy ez az elmúlt évek legjobb filmje, ami kikerült. Minden passzol benne, a forgatókönyv, a színészi játék, a zene, a fényképezés, a karakterek, maga Joker, elképesztő. Ez az elmúlt évek legjobb filmje, ezt ki kell, hogy jelentsem. És emellett azt is ki kell, hogy jelentsem, hogy szerintem, tudjátok, hogy minden évben megcsinálom a top 10 filmes listámat. Na most innentől fogva nem, hogy bérelt helye van a listán, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy fájó szívvel, de ki kell, hogy jelentsem ezt viszont boldogan, hogy lehet, hogy a Joker átvette nálam az eredetnek az örök első helyét. Ugyanis annyira megfogott ez a film, és annyira gondolkozok rajta még most is, hogy ilyen film nagyon kevés volt, és eddig egyedül kb. Az eredet volt ilyen. De azon se tudtam ennyit filózni, mint a Jokeren. Úgyhogy még egyszer biztosan el fogok menni a moziba rá. Egyébként itt láthattok egy képet, ezt raktam ki tegnap, mert tegnap néztem, ezt raktam ki tegnap Instagramra. Igen, talán a legjobb film, amit valaha láttam. Negatívumot nem is tudok róla elmondani. Úgyhogy srácok, ez a videó nem is inkább egy kritika lett volna, vagy egy vélemény, hanem inkább egy felhájpolás, hogy ti is menjetek el mindenképpen rá a mozikba, ugyanis szerintem ez egy filmművészeti mérföldkő ez a film. Úgyhogy én nem szeretném szaporítani a szót, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így vagytok vele, akkor nyomjatok rá egy lájkot, kérlek. Itt lent fel tudtok rám iratkozni. Én Ádám voltam, jó mozizást a Jokerhez, mert ugye mindenki meg fogja nézni. Szevasztok! Ki
Can you introduce me as Joker?